Ezek még a tavalyi régi Baukis pályás labdarúgó bajnokság Final Four-jának, azaz a négyes döntőjének képei, amikor a bajnokságban szereplő összes csapat egy osztályban mérte összetudását. Abból az osztályból pedig egy négy csapatos felső és egy négy csapatos alsóházi döntőt rendeztek. A 2017-2018-as szezonban viszont két osztályban indultak a csapatok, első és másodosztály mindkét elosztás 9 csapattal. A jövő szezon kialakítása azonban ismét változni fog a tervek szerint. Változás lesz. Mindenképpen, sorsolva lesz két csoport jövőre. A versenykiírás még kialakulóban, a végjáték függvényében, hogy egy alsó-felsőház, vagy pedig egy tavalyi Final Four megismétlése lenne célszerű. Ez még kérdéses. A helyszín továbbra is a Mita pálya, a Bágerről még nincsenek információink. A mérkőzések 2017 őszén kezdődtek meg, és egy téli szünettel 2018 tavaszán folytatódtak. Mindenki kétszer mérkőzött meg ellenfeleivel, ami azt jelenti, hogy a csapatok összesen 16 mérkőzést játszottak, mindezt a Mite műfüves pályáján. A csapatok között voltak régi összeszokott társaságok, és voltak kiemelkedően teljesítő új amatőr együttesek is. A játékosok köreiben pedig megoszlanak a vélemények, hogy a négyes döntő vagy a két osztálya jobb verziója a bajnokság lebonyolítására. Több csapat preferálta ezt a tavalyi négyes döntőt, főként azok, akik bekerültek, hogy ők szem elé kerültek a többi csapattal szemben. Viszont az alsóházi csapatoknak ezért külön csináltam tavaly egy ilyen alsóházi minitornát, és voltak a köztes csapatok, akik viszont nem jutottak se a négyesbe, se az alsóházba. Ők egy kicsit háttérbe szorultak, úgyhogy lehet, hogy felsőház és alsóház lesz, és akkor mindenki megfelelően annyi mérkőzést játszik. A bajnokság eredményeit szombaton hirdették ki a Voluta keretein belül, ahol a másodosztály harmadik helyezettje a Vendetta Horror nevezetű csapat lett. A második helyezést a 25 éves Kolimba érte el, a legjobbnak pedig a veterán csapatnak számító Opel bizonyult. Az arany érmes csapat a másodosztályból, én még nem tudom, hogyan bonyolítjuk a következő szezont, de hát velük elvileg találkozni kéne majd az első osztályban. Az első osztály bronzérmese a tavalyi szezon második helyezettje a Kalor lett. Második helyezést szerzett a tavalyi címvédő FC Móvár csapata, a legjobbnak pedig az újonc csapat, ám legkevésbé sem újoncokból álló régi Bau team bizonyult. Ádám és Patrik, a csapat képviselői, gratulálunk, csodálatos eredmény volt.